Üdvözlet mindenkinek! A Shadows-tól az Apache című számot hallottátok, és hadd mutassam be a zenekart, a Shadows Magic Tribute Bandet, akik ma játszanak nekünk a Somerset Rock Country Club esemény sorozat keretén belül. Minden koncert után diszkót is rendezünk, tartunk, amennyiben nagyszerű érdeklődők erre igényt tartanak. Úgyhogy át is adom a szót Horváth Gyurinak, a Shadows Magic Tribute Band vezetőjének. Vezetőjének? Kineveztelek vezetőnek. És elmondja, hogy milyen műsort fogtok most hallani a mai napon. És mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönjük szépen Andrásnak a szavait. Most erről a zenekar vezető és díjről én csak annyit tudnék mondani, hogy ez itt ilyen nincs ebben a zenekarban, ez egy alkotmányos királyság. Vagyunk olyan nagypapakorú emberek, hogy itt nem fogunk egymásnak dirigálni, márpedig a vezető az mindig dirigál. Na kérem, szép jó estét kívánok én is a zenekar nevében. Bemutatnám névsor szerint az urakat. A szélén dolgozik velünk Igaz István, Kelemen András akkordos, Bruce Day szeretében. A doboknál az a pálcikás ember, akit kötöget, az Rász Gábor. A szólógitár szerepét Bíró Gábor vállalta és vállalja. Én pedig, mint említették, már Horváth György vagyok. Ez a stílus, amit mi képviselünk, ez egy nosztalgikus, retro stílus, ez ma már múzeum. 62-ben hallottam először ezt a nyitó számot, az Apache-ot rádióban, és döbbenten lelógott az arcom. De azt hiszem, a többiek is osztják ezt a nézetemet. Ezután a nóta után nagyon sokan gitárt ragadtak, mert ez egy olyan speciális hangzású. Mi az, hogy nincs zongora? Mi az, hogy három gitár és dob? Ugye, mert ez így indult. Hát a Shadows együttesnek a saját kultfőjét igyekeztünk az önálló nótáit összerakni egy csokorba, és ezt fogjuk most majd itt előadni. Második nótánként az elsüllyedt világ, az Atlantis ihletése hozta ezt a nótát, Péter, hallgassátok szeretettel. Thank you.
köszönjük szépen! Dokiról, mert ő neki az a beceneve, hogy Doki, ezt még a gimnáziumba csípte fel, és mármint Bíró Gábornak. Dokiról annyit kell tudni, hogy annak idén a konyha asztalon csinált gitár, 62-ben, mert kapni nem lehetett. És ezt a Fender Stratocaster hangzást már akkor megtalálta azon a szárazfán. Következzék az FBI című kompozíció a Shadows-tól, hát ezt a címet adták neki. Időkben, ugye Danúvia és társai kultúrtermek táncra perdültek. A nóta erről szól.
tangó, köszönjük a tapsot. A tangó az egy nagyon szép argentin, dél-amerikai műfaj, és ezek is csináltak egyet. Nóta címe, gitártangó. Egy olyan Shadows mű, ezek egyébként saját kútfő, nem feldolgozások, aminek a címét egy olyan világhírű kutató, néprajztudós és egyéb ilyen professzor úr, Thor helyett áll, aki eldöntötte, hogy ő már pedig balzapat utalja, át fogja szelni a egész Atlanti-óceán, és eljut a déli tengerekről az amerikai szárazföldig. Ennek a hajónak a neve volt Kon-Tiki, és ez a kompozíció szintén ezt a nevet kapta. Hallgassátok meg, Kon-Tiki!
most egy kicsit menjünk összebújósba, lassú. Nóta következik, a szám címe az, hogy alba jár. Következő notát, a full tappert. Steppárcos. Igen. A nagy tal. Thank you.
Rajan Fa a Flingelba A. Tündöklése és bukása a Flingelbannak. Na most azt nem tudom mi. De én vélem, hogy az egy kalózhajó lehetett, vagy valamilyen híresebb angol fregat, aki tündöklött, aztán elbukott. Következzék ez a nóta most. Aranyosak vagytok, köszönjük. Az a helyzet, hogy akkor inkább egy Sindig című dal következzék. Thank you.
olyan nótát játszunk, ami egészen más jellegű ritmussal rendelkezik, és majd utána egy kis szünet következik. Sedugi! Thank you.
Köszönjük a kapcsolatot. Elkezdtük a második részünket itt lejátszani. Az első notának a címe az volt, hogy Young Lovers, fiatalok szerelmesek dala. Következzék egy olyan elrugaszkodott ritmus, amit ők dazból játszottak fel, és ráadásul azt a címet adták neki, hogy Nivran. Na most ezt megfordítjuk, és fordítva olvassuk el, az jön ki, hogy Marvin. És ugye, mint tudjuk, a Shadows-nak a szólógitárosát Hank Marvinnek hívják, mert él még, hála Jóistennek. Szóval ezek ilyen tréfáskedő fiszkók voltak, és azt mondta, igenis, tudunk mi szinket is játszani. Hát akkor íme, következzék a Nivran. Shadow Swing, mint olyan. Ők nagyon szerettek valahogy ilyen indián témákkal foglalkozni, nem tudni mi okból, de esetre írtak egy nótát, aminek az a címe, hogy Peace Pipe, béke pipa. Következzék ez. Karnagy útjér.
Pádi Jelfinkó. Menjünk el csodálatos földre. Nóta címe Wonderland. Frankie Williams nevű klasszikus gitárművész Amerikában, aki azt mondta, ő ír egy ilyen kavatinát. A kavatina az egy műfaj, mint tudjuk, operákban és egyéb helyeken fordul el, önálló dalműként. Na most ez ott a filmban. És egy korai Robert De Niro filmnek a zenéjéhez, ő ezt beadta, és hát bevették, és ott lehet hallani ebben a filmben. Igen. Valószínű, hogy a Shadows fiúk közül megnézte valamelyik, no bevonultak vele a stúdióba, és megszületett a Shadows kavatina. Ezt játszok most el.
ezt megírta az a Frank Williams, szakáltyú. Tudják, a latina. Rozinak a latinája. Na, mindegy. Stranger, az a következő notánk címe. Ez már nem a Shadows saját kultúrája, ismert dallam, de azért ebből is csináltak egy Shadows notát. Spanyol. Thank you.
tegye fel a kezét az, az, aki látott már lámpásból barna fényt áradni. Mert én még nem. Na minden, ezek a tréfáskedő sedvosz gyerekek úgy gondolták, hogy az a Jimmy a lámpással, az barna fényű lámpással jön. Tehát, Jimmy a lámpással. Van egy termete. Na most a dobos, az akárhogy nézzük, kicsi, alacsony. Brian Bennettnek hívják, a kis Bennett. A következő nótának is az a címe, hogy Little Bay, vagyis a Little Bennett. Thank you.
Így három ujjal elég nehéz lesz eljátszani, de azért megpróbálom. Ez 3,5. Maradjunk annyira. Átment máshová maradni. Így van, elrepült. Tehát a következő nóta címe, Afrika harmadik legnagyobb folyója a Zambézi. Éppen ezért nem igen tűznek zenekarok műsorra. Mi műsorra merjük tűzni. Ez Jean-Michel Jarre Equinox című kvintológiája, mert ez az ötödik tétel. Most el fogok játszani, a nóta címe Equinox. Thank you.
Ez volt Equinox. Köszönjük szépen a tapsokat. Mára ez a kis segőcsoport véget ért.